5 dolog, amit nem tudtál David Cameron visszatéréséről. 1. Nem ő az első visszatérő. David Cameron 2016-ban mondott le a miniszterelnöki pozícióról, 2023. november 13-án azonban Rishi Sunak külügyminiszternek nevezte ki. 2 olyan külügyminisztere is volt már az Egyesült Királyságnak, aki korábban kormányfő is volt, Arthur Balfour, aki 1905-ben mondott le, majd lett külügyminiszter 1916-ban, valamint Alec Douglas Home, aki 1964-ben távozott, és 6 éve később tért vissza a kormányba. 2. Sok minden történt a távozása óta. Mióta David Cameron nem volt a brit politikai élvonalában, megjelent például a Red Dead Redemption 2, angol bajnok lett a Liverpool, elindult a Disney Plus, Oroszország pedig lerohanta Ukrajnát. Ja, és az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, annak a népszavazásnak az eredményeképpen, amelyet éppen Cameron írt ki. Így izgalmas lesz külügyminiszterként Brüsszelbe látogatni. 3. Bekerül a lordok házába. A briteknél iratlan szabály, hogy az lehet miniszter, aki képviselő is egyben. Mivel David Cameron nem tagja a brit választott alsóháznak, a lordok házába ül be. 4. Voltak már felsőházi miniszterek. Arra is volt már példa korábban, hogy a brit kormánynak felsőházi tagja legyen. Például Boris Johnson vagy éppen Cameron kormányaiban is ültek olyan képviselők, akik a felsőház tagjai voltak. Az utolsó külügyminisztert, aki a lordok házából érkezett, Margaret Thatcher nevezte ki 1979-ben, Lord Carrington azután mondott 1982-ben, hogy az argentinok lerohanták a Falkland-szigeteket. 5. Aggódnak az elszámoltathatósága miatt. Bár David Cameron jelezte, hogy megjelenik majd az alsóház bizonyos bizottságai előtt, a plenáris üléseken nem lesz jelen, így nem is kérdezhetik majd ezeken az alsóházi képviselők.